Az őszi szüreti időszakkal összefüggésben a mustgáz egészségügyi veszélyeire figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A felhívásra azért van szükség, mert ugyan a balesetek néhány óvintézkedés betartásával egyszerűen megelőzhetőek, mégsem múlik el szinte egyetlen esztendő sem tragédia nélkül. Hajdú Márton tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta, minden év augusztusában kezdetét veszi a mustgáz okozta kockázatra figyelmeztető kampány. A veszély a szüret utáni erjedési időszakban, szeptemberben és októberben a leginkább aktuális, és az ország egész területére vonatkozik minden borvidékre. A nagyobb mennyiségben szőlőfeldolgozást végző, kereskedelmi céllal termelők között kevesebb az ilyen jellegű baleset, inkább a saját fogyasztás szánt borok készítői körében fordul elő. Jellemzően az elmúlt évek statisztikai azt mutatják, hogy nem a hivatásszerűen a szőlőből, bortermelésből élőkkel történik a baleset, hanem elsősorban azokkal, akik hobbi szinten foglalkoznak ezzel a témával, illetve magával a bortermeléssel, és itt a hobbi szintben is azt lehet mondani, hogy jellemzően azok, akik már évek óta csinálják, van egy rutinjuk, vagy akár saját maguknak, családjuknak, ismerősöknek készítenek, de valamiért a felkészülésből mindig kimarad az a rész, hogy saját magukat, vagy pedig az ismerősöket, akik megfordulnak ott a pince környékén, felkészítsék arra, hogy bizony az erjedésnél veszélyes a pincében tartózkodni. A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag egyszerű széndioxid, ami a gyümölcs erjedése, vagyis a cukor alkohollá alakulása során keletkezik. Ez a gáz színtelen, szagtalan és másfélszer nehezebb a levegőnél, ezért zárt térben azt kiszorítva a padló szintjétől tölti fel a helyiséget. A legnagyobb rákosmenti magánszőlészet tulajdonosa, Tukacs Otto arról beszélt, mennyire egyszerű óvintézkedések kellenek ahhoz, hogy megelőzzük a mustgáz okozta egészségkárosodást. Mérgezésnek nevezzük, de nem mérgezés tulajdonképpen, hanem oxigén megvonás a szervezettől, és azért fordul elő. A védekezés ellene nagyon egyszerű, ha mély a pincénk, akkor mindig égő gyertyával menjünk le, és a mustgáz az mindig a padlószint, a pince padlószintjén keletkezik, és úgy emelkedik, ahogy a must terjed. Ezért a gyertyát mindig úgy vigyük, hogy térd alatti magasságban vigyük. Ha a gyertya elalszik, az jelzi, hogy oxigénhiány van a pincében, és nem szabad tovább menni, vissza kell jönni minél előbb. A természetes szellőztetés segíthet a már oxigénhiányos légtér problémáján, ám ez a módszer a mélyebben fekvő pincéknél igen ritkán megoldható. A széndioxidos levegő kiszivattyúzására is van lehetőség. Az értékesítésre termelők általában jelzőberendezést használnak, mondta el Hajdú Márton tűzoltó alezredes. A szellőztetést kell így is megoldani, ezt akár ventilátorokkal, valamilyen légbefúvóval meg lehet oldani. Van számos technológia rá, de talán a legegyszerűbb módszer az az, hogyha valaki egy olyan széndioxid érzékelőt szerel be, amely egy ventilátorral van összekötve, és ez pedig automatikusan bekapcsol akkor, amikor a megfelelő koncentrációt érzékeli ez az érzékelő. A szakértő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a külterületen eldugottabb övezetben található pincében készül tartózkodni valaki, mindenképpen szükséges, hogy más is tudjon az illető hollétéről, és ha azt észleli, hogy a pincéből nem tér vissza vagy nem ad életjelet magáról, a mentőkön túl a tűzoltókat is értesíteni kell. Ők rendelkeznek ugyanis az oxigén hiányos környezetben való mentéshez szükséges felszereléssel. Rendkívül lényeges az is, hogy pontosan meghatározzák a helyszínt, ahol a segítségre szükség van, hiszen ezeknél a területeknél több esetben nincsen házszám vagy utcanév.